Ugye tudjátok, hogy mi következik most? Nem hallom! A reggel úgy csináljátok! Még mindig nem hallom! Mi következik? Igen, mit a segíts rá! Nem. Fú, hát... Én már így körbenéztem, láttam az előzsűrizést, meg látom, hogy hát a cosplayeseket, és hát gyerekek... Igazából nem csak azért vagyok libabőrös, mert hideg van, hanem azért is, mert körbenézek, és úristen, de jó. Mert alig várom, hogy lássam az előadásokat. Én ilyenkor mindig állnak nagyon mondókon vasút, vagy mi a toru. Miért nem ingyen sört kiabálnak? Igen, mint olyan, mint egy ilyen kiskutya, hogy ó, izé dolga van, ó, lepke, ó, ez, mint a konferálnod kell. Ja. Úgy csinos lányokat, látok már csinos lányt, Viktor, ha már spanyol macsónak öltöztél. Első külföldi zsűrink, nem más, mint Misaki Sai. Ő 2008 óta zsűrizik, hát igazából rengeteg díjat nyert, rengeteg koszmét készített. Elsősorban neki a parókák és a varrás a fő profija, és civilben pedig designerként dolgozik. Misaki, please stand up and wave to the podcastot neki. Már olyan szép, olyan girl crush. Jaj, kapott szívecskét! Oké, nyomjál! Következő zsűrink, magyar. Igen. Aki nem más, mint Lavini. Lavini 5 éve koszpélyezik, és tavaly, nem tavaly, 2015-ben képviselte hazánkat, és az Eurokoszpélyen, és második helyezettet ért el, szóval nagy tapsot neki! Következő zsűrink. Viktor? Mondja csak. Én nem tudom a nevét. Szóval Viktor? Nem, én tudom a nevét. Következő zsűrink nem más, mint Okido. Okidot hát nem kell bemutatni, mert 11 éve koszpélyezik, ő már igazi veterán. 2011-ben és 2010-ben és 2012-ben képviselt minket az Eurokoszpélyen, és mindkét alkalommal negyedik helyzetet ért el. Szóval nagy tapsot neki! Hogyha jól tudom, nemrégiben volt Chicagóban egy nagyon világszínvonalú versenyen, és ott is egy első helyezetet vitt el. Szóval még egy nagy tapsot neki! És hát következő versenyzőnk, Tezi, hát Tezi csak kell bemutatni. Versenyző. Ne haragudj, sűrünk. Tezi, hát ő 2008 óta koszpélyezik, ő is egy igazi veteránnak számít, külföldi vendégek, gyakori zsűrije és vendége. És ő 2011-ben képviselt minket, és ő is negyedik helyezés vitt el az EC-n. Nagy tapsot neki! És mellesleg pedig a civil életben szinkron színészként dolgozik. És hát megjött az olasz csődörünk. Nem más, mint Leon. Hát igazából szerintem Leon se kell bemutatni. Leon egy igazi profi cosplayes, rengeteg céggel dolgozott már. Tényleg az a típusú ember, aki cosplayből él meg. Square Enix-el, Ubisoft-tal, igazából szerintem, hogy kb. Az összes játékfejlesztő céggel volt már valamilyen munkája. Szóval nagy tapsot, Leon! Mindenkitől kap szívet, ezt megbeszéltétek? Nem, ők csak szeretnek. Yeah. Én kedves vagyok az emberekkel. Akkor jó.